Köfé művelődési házba is megérkezett országjáró körútján a Retro Show, Mahó Andrea és Egyházi Géza műsora a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel. Mahó Andrea az elbűvölő énekesnő pályája során meg annyi fantasztikus musical és operett szerepben tündökölt. A színházbarátok számára egyedülálló élményt nyújtott Mária szerepében a West Side Story-ban, Julia karakterét alakítva a Rómeó és Júliában, de ő volt Mária a Mária főhadnagyban, Pünkösdi Kató a Csókosasszonyban és mi a Mosoly országában, hogy aztán megerősítésként eljátszhassa Krisztina D. szerepét az Operaház Fantomja című Webber musicalben. Nagyon szeretjük ezeket a dalokat, és úgy vettük észre, hogy ezeknek még mindig nagy a keletje, tehát vonza a nézőket, illetve a hallgatókat. Valószínű azért, mert velünk együtt tudják énekelni, és ez nagyon, nagyon nagy dolog, ez nagyon felemelő nekik is, meg nekünk is. Egyházi Géza különleges életútja is példa arra, mi minden történhet, ha a tehetség utat tör magának. A ma már a magyar musical és operett színpadok sztárjaként szereplő művész, az Állami Operaház tőszomszédságában lévő Belcanto étterem vezetője volt, és mellette az éneklő pincérkórus tagja, hogy aztán barátai unszolására pályát váltson, és egy operett társulattal beutazva Ausztriát, Németországot és Svájcot kiteljesedjék. Itthon az áttörés Pári szerepe hozta meg a Rómeó és Júliában, a Budapesti Operett Színházban, s mára a magyar operett és musical darabok fénylő csillaga. Nagyon vidám délutánt tervezünk, sok-sok régi emlékkel, az előadókat, illetve az előadott számokat tekintve is mi úgy szaladunk neki, hogy egy nagyon kellemes találkozása lesz művészeknek a kedves nézőkkel, hallgatókkal. A két kivételes kvalitású művész találkozása közönségével a Köfén művelődési házban is siker volt, amit közismert andalító és vérforraló dalok erősítettek meg.